Többen is ringbe szállnak a képviselői posztért, újabb jelölő szervezeteket vett nyilvántartásba a választási bizottság. Európában az első közt, a szervezet életmentés évfordulója előtt tisztelegtek Szolnokon is. Karcag is tart a kerékpáros körverseny második napján, Hajdúszoboszlóig kellett tekerni. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Május 13-án pénteken 19 órakor az Aktuálist látják a nap legfontosabb híreivel. Újabb jelölő szervezeteket vett nyilvántartásba csütörtöki ülésén Szolnok megyei jogú város helyi választási bizottsága. A négyes számú egyéni választókerületében 2022. június 26-ára kiírt időközi választásokon a vártnál is több jelölt száll majd ringbe a szavazók bizalmáért. Újabb négy jelölő szervezet gyűjtötte össze az érvényes ajánlásokat a június 26-ai időközi választásra. Elsőként a Demokratikus Koalíció igényét hagyta jóvá a bizottság, majd az MSZP következett. A Magyar Szocialista Párt jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kérte a 2022. június 26-ára a kitűzött időközi önkormányzati választásra. A beérkezett kérelem alapján a nyilvántartásban leellenőriztük, az adatok teljes mértékben megfelelnek az NDR-ben rögzítetteknek, az alapján javaslom jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét a bizottságnak. Május 11-én a Párbeszéd Magyarországért párt is benyújtotta nyilvántartásba vételi kérelmét, a negyedik, csütörtökön utolsónak elbírált jelölő szervezet pedig tárgy napon juttatta el a szükséges dokumentumokat. A kérelem a mai napon érkezett a helyi választási irodához. Az LMP Magyarország zöld pártja elnevezési szervezet kéri jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét az időközi önkormányzati választásra, szintén valamennyi adatok megfelel a rendszerben foglalt adatok alapján történt ellenőrzésnek, ezért javaslom a tisztelt bizottságnak a határozat elfogadását és jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételüket. A Fajcsák Károly független képviselő lemondásával megüresedett önkormányzati képviselői helyre június 26-án voksolhatnak a négyes számú egyéni választókerületben élők. Az ország több településén hősképzést szervezett az Országos Mentőszolgálat, ahol bárki elsajátíthatta, gyakorolhatta az életmentéshez szükséges alapvető fogásokat. Európában az elsők között Magyarországon alakult ki a szervezet életmentés intézménye. A Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapításának napja május 10-e a mentők napja. 1887. május 10-én kezdte meg szolgálatát a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület. Ezt a dátumot tekintjük a Magyarországi Szervezett Életmentés születésnapjának. A mentők napja alkalmából több településen szerveztek olyan rendezvényt, ahol a kisgyerekek beülhettek álló, de szirénázó mentőautóba, a nagyobbak pedig úgynevezett hősképzésen sajátíthatták el az alapvető életmentő fogásokat. Szolnokon ünnepi rendezvényt tartottak, ahol közen 50-en kaptak elismerő oklevelet. Az ünnepség résztvevőit az OMS főigazgatója videóüzenetben köszöntötte. Az Országos Mentőszolgálat legrégebbi kapuja előtt vagyok, amely Budapesten, a Lánchíd utcában állt. Ma a mentők napját ünnepeljük. 3 év óta először egy kicsit nyugodtabban. Hősi helytállással megélve a koronavírus világjárványt egy még erősebb bajtási közösséget alakítottunk ki. A munkavégzéshez és életmentéshez folyamatosan jobb és jobb feltételeket teremtünk önöknek. A Magyar Szervezett Életmentés 135. születésnapján, az Országos Mentőszolgálat alapításának 74. évfordulóján köszönetet mondok mind a 8500 bajtársamnak az elmúlt évben végzett áldozatos munkájáért. Tavaly több mint 1.250.000 mentő feladatot végeztek, szülő édesanyát vittek kórházba, autóban esetet szenvedetteket láttak el, hirtelen rosszul lét után mentettek emberéleteket. 116.000 koronavírus beteget vittek kórházba, és több mint 1.300.000 járványügyi mintavételt szerveztek meg, illetve hajtottak végre. Az ápolóké volt a főszerep a megyeházán. Az ápolók nemzetközi napját minden év május 12-én tartják. A tiszteletükre rendezett ünnepség keretében kiosztották a tavalyi, illetve az idei megye ápolója elismeréseket. Táncos műsorral köszöntötték az ápolókat ma a Megyeházán megrendezett megye ápolója díjátadóján.
A lakosság egészségért alapítvány 2010-ben alapította meg a Jász-Nagykun-Szolnok megye ápolója díjat. Ezt a címet minden évben egy szakdolgozó nyerhet ilyen jelölés útján. A pandémiás helyzet miatt tavaly elmaradt a díjátadása, így idén erre is sor került. A díjakat Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, és Dankó Zsuzsanna, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezetének elnöke adta át. A 2021 megye ápolója díjat Mondyi Néakus Mária, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház gyermekosztályának osztályvezető főnővére vehette át. Gyermekkorom óta gyermekápoló szerettem volna lenni. Sikerült a 8. osztály elvégzése után beiratkoznom, megjelentkeznem, és felvételt is nyertem a 60-ban az egészségű szakközépiskolába. Itt általános ápoló és asszisztensi képesítést szereztem. Gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. 1980. augusztus 18-án jelentkeztem a Jászberényi Szent Erzsébet, vagyis akkor még Erzsébet kórházba, felvételt is nyertem. Azóta is jelenleg, augusztusban 42 éve, hogy ott dolgozom. 1983-ban elvégeztem a gyermekápolói szakosítót. 2002-ig, mint osztályos ápoló dolgoztam, és 2002 óta 20 éve vagyok a főnővére a gyermekosztálynak. A 2022 megye ápolója díjat Halmi Zoltánné, a Szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet érsebészeti osztályának főnővére érdemelte ki. Gyakorlatilag 7-8 évesen már eldöntöttem, hogy én ápolónő szeretnék lenni. Nyilván a családi körülményeim nem tették lehetővé, hogy annál tovább tanuljak, mint szakmunkásképző a szülőkkel, de így, én ezzel is megelégedtem. És nagyon örülök, hogy ápoló maradtam. Természetesen nem lehetett szó nélkül hagyni a pandémia időszakát. A felszólalók külön köszönetüket fejezték ki a Covid-járvány alatt nyújtott kiemelkedő teljesítményért. Önöknek, kollégáinknak ehhez a helyzethez alkalmazkodni kellett. Mit eredményezett ez? Külön részlegeket kellett kialakítanunk, át kellett vezényelnünk kollégákat, akik szeretném itt kiemelni, hogy önként részt vettek a munkában, és biztosították a covidos betegek ellátását, amiért külön köszönet. Az ünnepség végén a 40 éve pályán lévő megyei szakdolgozókat is köszöntötték. Rendkívüli nyitvatartással várja az ügyfeleket a NAV Szolnoki Ügyfélközpontja. Május 20-án lejár a személyi jövedelemadó bevallásának határideje. A lakosság segítése érdekében a Nemzeti Adó és Vámhivatal hosszított nyitvatartása május 16-a és 20-a között van érvényben. A szolgáltatást az érintettek a Szolnoki Ügyfélközpontban reggel 8.30-tól este 6 óráig vehetik igénybe. A 18-19-es infóvonal május 9-e és 19-e között 18 óráig, 20-án pedig egészen este 8 óráig hívható, azonban ezen a napon 16 órától kizárólag a személyi jövedelemadó bevallással kapcsolatban kérhető segítség. Továbbá bevallás intézéséhez a NAV YouTube csatornáján egy tájékoztató videó is elérhető. Két nap és elrajtol a Pizza Sprint félmaraton és élményfutás. A tömegsport rendezvény immáron harmadik alkalommal hívja városunkba a futás szerelmeseit. Részletek hamarosan, most nézzük, miről lesz még szó a folytatásban, egyelőre egy-egy mondatban. Családi tradíciókra épít Szolnokon vendégeskedik a Magyar Nemzeti Cirkusz. Karcagi start, a kerékpáros körverseny második napján Hajdúszoboszlóig kellett tekerni. Negyedik üteméhez érkezett a kerékpárút fejlesztési program Tószegen. Az elmúlt három esztendőben a településen mintegy 5 kilométernyi bicikliutat korszerűsítettek közel 400 millió forintból. A Magyar Falu program keretében a beruházás sorozat idén egy ötödik ütemmel is bővül. Egyre többen választják a biciklis közlekedést Tószegen. A kerékpárutak felújítása, illetve új szakaszok építése 2019-ben vette kezdetét. A beruházás első üteme csaknem 60 millió forintból valósult meg a településen.
A KOPABC és az iskola között felújítottuk a járdát, illetve egy új osztott pályás gyalog- és kerékpárutat építettünk ki. Ez nagyjából egy 60 millió forintos beruházás volt, ezt területfejlesztési operatív program Európai Uniós pályázatból finanszíroztuk. Második lépcsőfokban teljes egészében saját beruházásban önerőből, mint egy 100 millió forintért a KOPABC és a kerékpárgyár között felújítottuk a meglévő belterületi kerékpárutunkat. Ehhez kapcsolódóan egy új kerékpárutat is építettünk, ez volt a harmadik lépcsőfok. Még ebben az etapban elkészült az a mintegy másfél kilométeres szakasz, mely hiányzott Szolnok és Tószeg között, tette hozzá a polgármester. Ez pedig már a település Tiszavárkony felőli oldala. Itt kezdődött meg a komplex beruházás negyedik üteme. A munkálatok várhatóan egy hónapig tartanak. Ezt itt teljes egészében újjáépítjük, ezt a 22 millió forintot kiegészítettük még mintegy 30 millió forint önkormányzati önerővel, annak érdekében, hogy ne csak a pályatestet tudjuk felújítani, hanem a pályatest alatt futó vízvezetéket is szerettük volna kicserélni, és ezt meg is tettük. Ennek a beruházásnak most körülbelül a felénél járunk. A kerékpárutak fejlesztése a Magyar Falu program keretében még egy etappal bővült. Ebből a forrásból az eddig kimaradt belterületi szakaszokat újítják fel. A nagykunság átszelését követően a Tiszató hídján átkelve a folyó vonalán haladt tegnap a Tour de Hongrie mezőnye. A kerékpáros körverseny startja Karcagon volt. A város főteréről több mint 130-an vágtak neki a 192 kilométeres távnak. A csapatok bemutatkozása a rajtot megelőző percekben, a rangos megmérettetés második versenynapjának startját nem csak a földről kísérték figyelemmel. A távnak neki gyűrköző versenyzők a nagykunság átszelésére készültek. A Tiszatavon átkelve a folyó mellett vezetett a kijelölt út, majd dél felé fordulva Hajdúszoboszló volt a végállomás. Most 190 kilométer feletti távot tesznek meg a versenyzők, 132-en, azaz az összes tegnapi induló maradt a mezőnybe, a bukások ellenére minden versenyző elindult ma is a távon. A kánikulai meleg miatt a rendkívüli megterhelésre is fel kellett készülni. A hidratációra nagyon kell figyelni, tehát valószínűleg több kulacsot kell felvenniük, vagy a kísérőautóból, vagy a útszélén álló segítőktől, mert ha elfogy az energia, akkor onnantól kezdve nagyon nehéz tartani az ilyen szintű mezőnnyel a lépést. Úgy tudom, a mezőnyben vannak olyanok, akik a legnagyobb versenynek számító Tour de France-ra készülnek, ez rangot is ad ennek a megmérettetésnek. Abszolút, és pont ezért tettük erre az időpontra a Tour de Hongrie-nak a rajtját, pár nappal a nagyon sikeres magyarországi Giro d'Italia után, mert így a világszintű csapatok itt hagyták felszereléseiket, és úgymond a B csapatukkal indultak most el a Tour de Hongrie-n, de a B csapat az egyáltalán nem jelenti azt, hogy gyenge versenyzők lennének, ugyanis akik a Giro d'Italia-n indulnak, azok általában a Tour de France-ra nem tudnak regenerálódni, tehát ide sok olyan világsztár jött, aki a Tour de France-ra készül. A kerékpáros körverseny második napja sajnos szomorú végjátékot hozott, a hajdúszoboszlói cél előtt nem sokkal óriási bukás borzolta a kedélyeket, több esélyes versenyző meg is sérült. A szakasz győzelmet végül a holland Fabio Jakobsen vívta ki. A Tour de Hongrie győztesét vasárnap hirdetik majd ki, miután a mezőny legyőzi az ország legmagasabb pontját, a Kékestetőt. Ismét cirkuszolhatnak a szolnokiak, újra a megyeszékhelyen vendégeskedik a Magyar Nemzeti Cirkusz, amely alapítása óta hazánk legnagyobb és egyben legszínvonalasabb utazó cirkuszaként hirdeti magát. Az új műsor több meglepetést is tartogat. Richter József 2012-ben átadta az igazgatói szerepkört fiának, ifjabb Richter Józsefnek, aki ezáltal a világ legfiatalabb cirkusz igazgatójának mondható. A pandémia miatt két évig nem tudtuk városunkban látni őket, de most újra lehetőségük van a szolnoki közönség szórakoztatására. 1995-ben a Budapesti Hősök terén tartott premierrel, Richter József igazgató vezetésével létrehozták és elindították a Magyar Nemzeti Cirkusz utazó sátor cirkuszát.
Az elmúlt 28 év alatt a Magyar Nemzeti Cirkusz az egyik legismertebb és legszínvonalasabb utazó cirkusza lett Európának. Ugye a 2022-es műsorunknak a címe Attrakció, úgyhogy tele vagyunk attrakciókkal, de talán a Gerling csoportot emelném ki. 7 darab fiatalember Kolumbiából érkezett hozzánk, akik 2 produkciót mutatnak be, az egyik egy igazi világszám. Egy 7-es piramis mutatnak be, itt a cirkusz kupolája alatt, biztonsági kötél nélkül, egy kifeszített drótkötélen sétálnak vissza egy hatalmas gulába, vagy ők mutatják be a halálkerék produkciót, dupla halálkerék, ez nagyon egyedülálló. De hát itt van cirkuszunk komikusa mögöttem, aki éppen gyakorol, Stevie, gyönyörű kiskutyák, Holland Freeze, arab telivérek, görkorcsolyások, tehát rengeteg olyan produkcióval készülünk, ami először látható Magyarországon, és a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenkinek érdemes megnézni. Az állatok száma csökkent a cirkuszban, ugyanis megnyílt Magyarország első autós szafari parkja Szolnoktól nem messze Nagykőrösön, ahol többek között elefántokat és zsiráfokat is láthatnak a vendégek. A cirkusz közönsége azonban nem marad állatok nélkül. A műsorban láthatnak kutyákat, lovakat, lámát, illetve púpos tevét. Én azt szoktam mondani, hogy a jó cirkuszra mindig igény van. Tegnap volt a premierünk, standing ovation volt, tehát állva ünnepelt a közönség a finálinál. Én úgy gondolom, hogy ennél nagyobb elismerés nem kell. A Richter család neve mára már garancia a minőségi szórakozásra és a magas színvonalú cirkuszi előadásra. Ja. Egyenlítene a bronzcsatában a szolnoki vízilabda csapat szombaton, a MÁV-nak viszont mindenképpen győznie kell vasárnap, hogy maradjon matematikai esélye a bentmaradásra. Az Olaj egészen biztosan nem fog legyőzni senkit, lévén szerdán befejeződött a középszakasz, és a rájátszás csak a jövő héten kezdődik. Súlyos vereséget szenvedett a bronzcsata első mérkőzésén a szolnoki Dózsa, amely 9 góllal kapott ki hazai pályán a Vasastól. Szombat este 7:30-tól a Komjádi úszodában a versenyben maradásért ugrik vízbe a csapat. Lévén a párbaj valamelyik fél második győzelméig tart. A múlt héten látottak alapján kisebb csoda kéne ahhoz, hogy kedden harmadik meccs legyen a vízilabda arénában. Bár még 2 forduló van hátra az MB2-es labdarúgó bajnokságból, már most vasárnap eldőlhetnek a még nyitott kérdések. Például az, hogy a szolnoki MÁV FC a következő szezonban is másodosztályúnak valhatja el magát. A 19. helyen álló csapat ahhoz a Tisza Kécskéhez látogat, amely 41 ponttal a 12. helyen áll. A Kécske legutóbbi 4 mérkőzését elvesztette, 2 pontra még mindenképpen szüksége van a biztos bentmaradáshoz. Lévén a Budaörs 37 ponttal még kieső. A MÁV-nak egyetlen lehetősége van nyerni. A 35 pontos csapat igen vékony jégen táncol, hiszen ha nem szerez 6 pontot a hátralévő 2 meccsén, tuti kieső. A Tisza Kécske 18 hazai meccséből 7-et nyert meg, 10-szer kapott ki, és csupán egyetlen egyszer játszott döntetlent. A MÁV idegenbeli mérlege egyáltalán nem fényes, 2-szer nyert otthonától távol, 4-szer x-elt és 12-szer kapott ki. E mutatók alapján a legvalószínűbb végkimenetel a döntetlen, a vasárnap 17 órakor kezdődő mérkőzésen. 2 nap és elrajtol a Pizza Sprint félmaraton és élményfutás. A tömegsport rendezvény immáron 3. alkalommal hívja városunkba a futás szerelmeseit. A nevezők a klasszikus 21 kilométeres félmaratoni távon 14, illetve 7 kilométeren tehetik próbára magukat. Az útvonal a város legszebb pontjait érinti, köztük a Reptárat, a Tiszai hajósok terét, a Tisza Virághidat és a Tisza ligetet. A sportesemény zenei csemegét is kínál a futóknak. Az első rajt vasárnap 15 órakor indul a Kossuth térről. Nevezni már csak a helyszínen lehet. Kedves nézőink, a folytatásban nézzük, hogy miről ír az Új Néplap szombaton. Idén is drágábban fagylaltozhatunk, ugyanis az élelmiszerek árának emelkedése miatt a fagylalt összetevői is többe kerülnek. Árult el a lapnak a szolnoki Gyurma cukrászda egyik munkatársa Molnár Mária, illetve a Levendula kézműves fagylaltozó tulajdonosa Elekes Nóra. Tavaly szeptemberben és tavaly előtt is csúszott a jelenléti oktatás megkezdése Tiszapüspökiben, az Országos Roma Önkormányzat fenntartásában működő iskolában az épület elhúzódó felújítási munkálatai miatt.
Mint azt korábban már megírta a lap, már több mint egy éve át kellett volna adni a teljesen felújított épületet a tornateremmel együtt, de ez még mindig nem történt meg. Bár a tanítás zajlik, az épületben azért még akadnak hiányosságok, a tornaterem pedig továbbra is félig lebontva, torzóként áll az iskolaudvaron. 10 esztendő után újra helyben lakó körzeti megbízottá szolgálatba Tiszapüspökiben, Sarkad Imre rendőr főtörzsőrmester Törökszent Miklósról költözik át hamarosan a 2000 lelkes kistelepülésre. A megyei napilap szombati száma Szolnok környéki, valamint Törökszent Miklós és környéke oldalakkal jelentkezik. Kedves nézőink, az aktuális végén most nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Többen is ringbe szállnak a képviselői posztért, újabb jelölő szervezeteket vett nyilvántartásba a választási bizottság. Európában az elsők között a szervezet életmentés évfordulója előtt tisztelegtek Szolnokon is. Karcag is tart, a kerékpáros körverseny második napján Hajdúszoboszlóig kellett tekerni. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió pénteki hírműsorát, az aktuálist látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Találkozunk hétvégén is szombaton, majd a heti hír összefoglalóval, Szummával várom nézőinket. Hétfő reggel 6-kor Hírek Plusszal jelentkezünk, este 7-kor pedig friss hírekkel itt az aktuálisban. Köszönöm egész heti figyelmüket, kellemes hétvégét, szép estét kívánok, viszontlátásra!